Évzáró Mikulás nótaestet szervezett a Jászmin Bokor Magyar Nóta Egyesület december 10-én. A programra meghívást kaptak a helyi és a vidéki nótakedvelők, hisz az Egyesület nagyon sok nótakörrel tartja a kapcsolatot. A csoport idén ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját. 10 éve alakult az Egyesület, tulajdonképpen nótakör néven, de most az idén ünnepeltük a 10 éves évfordulónkat, és abból a célból, hogy a magyar nótát szerető, kedvelő, idősebb, fiatalabb, minden korosztály számára tulajdonképpen. Éve azt hiszem, hogy duplájával alakult meg, csak ugye az évek során lemorzsolódtak, és akkor most kezdenek el hozzánk járni megint többen fiatalabbak is. A legfiatalabb énekesünk 14 éves, történetesen a kislányom. Őt követi a fiam 23 évével, és akkor utána így növekszik a korosztály. A legidősebb tagunk 83 éves. A rendezvényre Pap Józsefné Mariska néni, a Jászmin Bokor Magyar Nóta Egyesület alapító tagja is örömmel érkezett. Mint mondja, zenész családból származik, így gyermekkora óta erős a kötődése a nótákhoz. Én zenész családból származtam, az én apám Püspök Ladánynak volt az első zenésze, mert úgy értve, hogy zenekara volt, fúvószenekar, leventezenekart vezetett, tűzoltószenekart vezetett, tehát amit el lehet képzelni, minden zenén, vagy minden hangszeren játszott,
És hát mi gyerekkorunk benne vagyunk a zenébe, úgyhogy minden nagyon szeretjük a magyar nótát, elmegyen a több is, vagy egyéb is, de azért a magyar nótába beleszülettünk, és ezt szeretnénk tovább is adni másoknak is. Ezt a Jászmin nevet Juhászné adta Orbán Marika az egyesületnek, mert csak addig egyesületek voltunk, és azóta lettünk Jászmin Bukor egyesület, mióta ő van. Hát szerintem nagyon sok felkérésünk van, nagyon sok visszajelzésünk van. Voltunk külföldön, már úgy értve, hogy Váradon is voltunk. Aztán, hát itt azt lehet mondani, hogy a környéket bejártuk mindenfelé. Hát sok sikert. Tőlünk telhetően mindent elkövettünk, hogy tényleg jó legyen az egyesület. Hát a hangulat, névnapokat megüljük, születésnapokat, hát nem olyan nagy mennyiségben, egy kis süti, egy kis kóla, szóval nem dáridózva, de mégis megadjuk a tiszteletet annak, aki éppen ünnepel. Hát most ezzel készültünk, ezzel lázosan készültünk, én nekem is kevésszer léptem még fel, és most Marika mondta, hogy ha úgy gondolom, akkor hát jelentkezzek is. Próbáljuk meg, hogy csak sikerül, és hát remélem, hogy jól fog sikerülni mindenkinek a fellépése. Szeretőt keresek, szeretőt keresek, mi van ének én. Bánom a világ, bármi meg beszél. Ti szeretőt legyen, még nekem, minden újra jó. Az ünnepi rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dombi Imréné polgármester asszony is, aki köszöntőjében példaértékűnek ítélte az egyesület munkáját, vezetőjének aktivitását. Az az összefogás, az az egyesületi vezetés, amelyet a Marika az elmúlt időszakban végez, az azt gondolom itt nálunk is Püspökladányban példaértékű. Látszik ez abból is, hogy mennyien eljöttek ide a mai délutánra. Egy közösséget vezetni, irányítani, szervezni különböző programokat nem egyszerű feladat. Bizonyára, akik itt vannak, azok tudják, hiszen nagyon sok előkészítést igényel, és hogy mindenkinek jó legyen a fellépőknek, jó legyen a házigazdáknak, és természetesen a kedves vendégeknek nem egyszerű feladat megszervezni. Én jó magam büszke vagyok arra, hogy Marika számtalan alkalommal bejön hozzám, keresi a kapcsolatot az önkormányzattal, hogy hogyan, milyen módon tudunk együttműködni, az önkormányzat hogyan tud segíteni a civil szervezetnek. Nagyon nagy büszkeséggel tölt el az is, és itt is szeretnék köszönetet mondani a nótakörnek. Kapcsolódtak az idei évben a lélekmelengető rendezvénysorozatunkhoz. Az elmúlt héten ők is felléptek a segítőkezek intézményünknél, ami azt jelenti, hogy az idős embereknek, akik ugye egyedül vannak odahaza, a város próbál rájuk is gondolni, és a tavalyi évben indítottuk el a lélekmelengető rendezvényünket, amikor is eljönnek a nótaénekesek, eljönnek a gyerekek, iskolások, óvodások, és együtt köszöntjük a szépkorúakat. Ebben az évben a második gyertyagyújtásnál nagyon nagy szeretettel hívtuk a nótakört, és elfogadták a meghívást, és egy gyönyörű, színvonalas rendezvényt tudtak nyújtani a püspökladányi idős embereknek. Ezúttal is szeretném megköszönni mindannyiótoknak,
és legfőképpen Marikának, hiszen ő az, akivel ezeket a szervezéseket lebonyolítjuk városi szinten. A műsoros délutánra meghívást kapott, és annak örömmel tett eleget Budó Sándor országgyűlési képviselő úr is. Köszöntőjében a találkozóval kapcsolatos gondolatait így fogalmazta meg. Itt mindenki, minden jelenlévő nagyon szereti a magyar nótát. Ez egy nagyon fontos összetartó tulajdonság, és hát hogyha ez megvan a lelkünkben, akkor én hiszem, hogy mindig könnyű témát találni, még esetleg olyanok számára is, akik esetleg először találkoznak egymással. Egy-egy kedves nóta a múltból, esetleg olyan, amit valaki nem ismer, de szívesen megtanulja a baráttól, az ismerőstől, aki egy-egy ilyen rendezvény alkalmával, esetleg asztal szomszéd, vagy csak a fellépés során hallja. Hát ez mind-mind jó dolog. Jó dolog egymástól tanulni, jó dolog egymást tanítani, és hát egy ilyen találkozó erre teljesen maximálisan alkalmas. Szüleimtől ered gyerekkorom óta, mert a szüleim is mindig a magyar nótát hallgatták, azon nőttem föl, valahogy a nóta szeretete. Sőt, az én apai nagymamám benne volt a Sáriti Népégyüttes alapító tagjai közt. Tehát szerintem genetikailag öröklődött, de én úgy érzem, hogy nagyon szeretem, mert akár boldog vagyok, akár szomorú, akkor mindig találok rá gyógyírt minden nótával. És én nagyon szeretem a zenét, de egyébként mindenféle műfajt szeretek, nem csak a magyar nótát, de most ebbe tudok kiteljesedni a magyar nótába. Igazából a magyar nóta hungarikum lett, ugye Magyarország egyik hungarikuma, és nagyon szeretném továbbra is ápolni ezt a műfajt, és szeretném, ha minél többen csatlakoznának hozzánk, de hál' Istennek vannak követői ennek a műfajnak. Hát húzsam járjon, mert jön táncra.
A vidám délután sztárvendége Botos Magdolna magyar nóta és operett énekes volt, aki Tisza Szent Imréről érkezett városunkba. A műfaj szeretete szüleitől ered, s nagyon büszke mindenre, amit eddig elért, nem mindennapi tehetsége, énektudása által. Ez az anyatejjel ivódott belém, ez az egész magyar nóta, sőt, utána már az operett műfaja is. Az az igazság, hogy nagyon-nagyon sok versenyen voltam, és jutottam odáig, amivé most alakultam által valójába. És most már ezt úgy mondhatom, hogy ahova hívnak, nagyon szívesen elmegyek, és ezt a műfajt tovább kell vinni, mert ez a hagyományunk valójában. A magyar embereknek ez egy csodálatos dolog, és őrizni kell, és ápolni kell, és a fiatalokat is késztetni arra, hogy igenis ezt nem csak mint a diszkó műfajt, hanem ezt a magyar nótát is ugyanúgy előrébb kell vinni, hiszen hagyomány. Mindent, amit elértem, mindenre büszke vagyok, mert saját magam kapartam ki a gesztenyét, és hát nagyon nehéz volt, ez nagyon nehéz volt elérni. De hát a tévéfelvételtől a többszörös Ki mit tud verseny, és a közönségdíjat elérni, kupát kapni, ez, én szerintem ez csodálatos dolog minden olyan embernek, aki elindul ez a pályán, nagyon nehéz. Ez tény és való, de hát a kitartás az nagyon sokat jelent, és az akarat valójában. Tehát büszke vagyok minden elért eredményemre. Az, hogy zsűritag lehettem, zsűrielnök lehettem, oktatok, tanítok, és ez egy csodálatos élmény valójában, már ennyi mindent elért az ember. Botos Magdolna nem először járt városunkban, s most is boldogan jött, hisz minden alkalmat megragad az éneklésre, hogy népszerűsítse a magyar nótát. Másodszor vagyok itten, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és boldog vagyok, hogy Marika meghívott. Valójában nem olyan nagyon régen ismerem őket. Ő is egy versenyen vett részt, amin, mint zsűritagként voltam a Bétót Magdában, és hát csodálatos hangjuk van nekik, mindegyik egy elragadó kis emberke, minden ember a maga mi voltjába. Úgyhogy én boldog vagyok, hogy most itt lehetek, és adhatom azt a tudást, amivel rendelkezem, és szórakoztathatom őket, és örvendezhetünk, hiszen ez egy olyas, mint egy évvégi buli valójában.
most már meg a csicsadék.